A Gödvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látják. Köszöntöm Önöket, Vépelfai Kinga vagyok. Véget ért a 2013-2014-es tanév. Évet értékelünk mindhárom iskola igazgatójával. Elsőként Keszei Tivadarral, a Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójával készített interjúnkat láthatják. Mi volt a Búzaszem iskola modelliskolája? Milyen alapértékekre hozták létre a Gödi intézményt? Melyek azok a hagyományok, melyek azok az értékek, amelyek mentén ma is halad a tanév? Tartsanak velünk! 10. tanévét zárta a Búzaszem iskola idén júniusban, Keszei Tivadar pedig a 2. tanévet zárta itt igazgatóként az intézményben. Azt szeretném kérni, hogy egy kicsit értékeljük az elmúlt tanévet. Térjünk vissza a Búzaszem kezdeteihez is, hiszen a 10 év a Búzaszem életében egy jelentős évforduló, de egy város életében még igen rövid, az itt lévő másik két iskolát tekintve, és nagyon sokaknak még mindig a Búzaszem iskola egy kevéssé ismert intézménye ennek a településnek. Szeretném, hogyha megnéznénk az évkör eseményeit, hogy elég sok mindenről tudunk beszélni. Köszönöm Keszei Tivadarnak, hogy elfogadtam meghívást erre a beszélgetésre, és talán akkor először beszéljünk Keszei Tivadarról, hogy kerültél ide a Búzaszem iskolához, és mik a tapasztalataid így a 2. év végén? Rengeteg kérdés, haladjunk sorjában, talán ide egy kicsit időrendi sorrendben. Ez egy nagyon régi történet, és nem is tudom, hogy hol kezdjem ezt a történetet. Tehát az 1970-es években, amikor én egy általános iskolában jártam Horváth Szilárddal, a későbbi Búzaszem iskolának az alapítójával. Vagy később, amikor egy középiskolába jártam vele, vagy még később, amikor egy főiskolára jártam vele. De talán azt gondolom, hogy a Búzaszem iskolához kötődően 20 évvel korábbról kell indulnunk, amikor is Keszthelyen a feleségemmel megalapítottuk a családiskolát. És egyszer a Horváth Szilárd barátom forgatott a családiskolában, és úgy gondolta, hogy sehová máshol nem járhatnak a gyermekei, csak Keszthelyre a családiskolába. És hát persze a realitás és a valóság pillanatok alatt kihozanította, és azt mondta, hogy ő Gödről már nem tud eljönni, mert nagyon sok minden kötéti a Gödre, de hát akkor nincs más hátra, Gödön kell egy családiskolát létrehozni. Ekkor csendes mosoly futott át a szánk sarkán, mert azt tudtuk, hogy ahhoz, hogy egy iskolát valaki létrehozon, az egy életszükséges. Ez nem egy 8 órás munka, oda az embernek az egész életét rá kell tenni, az éjszakáit, a nappalait, a gondolatait, az álmait, a munkáját. Tehát, hogy ez, és nem csak ő neki, hanem a feleségének, a gyerekeinek is. Tehát, hogy ahogy Keszthelyen mondták, hogy a családiskola, ez gyakorlatilag egy életforma. A Búzaszem iskola is egy életforma, tehát nem egy munkahely. És egyszer csak látogató voltam a Szilárdnál, és mondta, hogy nézd, megmutatom, hogy hol lesz a Búzaszem iskola, és ide vezetett a mostani helyszínre, ahol a kerítésen bemászva, akácok és tüskékkel jól felsértegedve bejöttünk, bemásztunk, én nem is értettem, hogy akkor ebben a dzsumbúj közepén mit keresek, és akkor még nagyobb mosoly volt rajtam, és mondom, hogy álmodnak gyönyörű, de hogy itt iskola lesz valahol is, ezt nem tudtam volna elképzelni. És aztán 10 évvel ezelőtt is itt jártunk, amikor is az iskolának az átadásán, tehát a szentelésen, avatásán vettünk részt, és úgy látszik, hogy nem csak mi mertünk nagyot álmodni Keszthelyen a családiskolában, hanem a Búzaszem iskolások is nagyot mertek álmodni. Egészen pontosan 10 évvel ezelőtt mi nem itt voltunk, hanem még az Alsógödi plébániában voltunk, de amikor ez az épület elkészült, akkor már itt is részt vettünk. Tehát volt egy családiskola, volt egy iskolai modell, ami az alapítóknak nagyon megtetszett. Horváth Szilárd, Tibor atya, aztán későbbi tanítók, az alapítótársban résztvevő szülők lejöttek Keszthelyre, többször is beszélgettünk, és megpróbáltunk szakmai segítséget adni az alapításhoz, és aztán később is természetesen a évek során a munkához is. Egészen odáig fajult ez az együttműködés, hogy a művészetoktatás az egészen az utóbbi időkig, amíg a önálló intézményben nem költözött a Búzaszem iskola, az a családiskolának a keretein belül zajlott. Tehát volt egy minta, amit átvett a Búzaszem iskola. És hát gyakorlatilag egészen a
két évvel ezelőttig, ez így is működött, amikor is az elődöm, az igazgató úr úgy gondolta, hogy tovább nem folytatja a munkát a Buzaszemiskolában, és üres lett ez az igazgatói állás, és az alapítók nem tudták, hogy ki töltse be ezt a pozíciót, és hát jöttek hozzám segítségért, hogy mi legyen ebben a helyzetben. És mi magunk is az iskola alapításnál, a családiskola alapításánál voltak mélypontjaink, voltak kríziseink, és az nagyon jól tehát éreztük, hogy ami nagyon jó, hogyha ilyenkor van segítség. És hogyha azzal tudtunk segíteni ebben, hogy személyesen idejöttünk, és ezt a kritikus időszakot áthidaljuk, akkor ezzel kellett segíteni. Tehát én egy kicsit ilyen váratlanul kerültem Keszthelyről ide Gödre. Mi történt közben a Keszthelyi iskolában? Hogy lehetett mind a két helyen helytállni? Hát ugye, mint az elején mondtam, tehát a feleségemmel vittük a Keszthelyi iskolát közösen, ő szintén pedagógus, tehát hát most rá sokkal nagyobb teher hárul. Amennyit tudok, én hétvégén segítek neki, és mondjuk egy hétköznapi napon is, de az időm nagy részét itt töltöm Gödön a Buzaszem iskolában, mert úgy érzem, hogy most itt volt a helyem, és itt van a helyem. Tehát a Keszthelyi iskola is hála Istennek működik, nagy népszerűségnek örven, nagyon jó eredményei vannak, túljelentkezésünk van az első évfolyamban, tehát rendben vannak ott is a dolgok, és hát ahogy érzékelem, itt a Buzaszem iskolában is jó felé haladunk. El lehet mondani tehát, hogy a Buzaszem iskola gyakorlatilag a Keszthelyi családiskolában gyökerezik, ezért nyilvánvalóan vannak párhuzamok a két intézmény között, de nyilván sok eltérés is. Melyek voltak azok a sarkalatos pontok, amelyekkel találkoztál itt az iskolában, és sok teendő volt vele, illetve melyek azok az eltérő dolgok, de mégis fontos védjegyei a Buzaszemnek, amiket fontos megőrizni? Igen. Tehát azt gondolom, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor mi a családiskolát létrehoztuk, akkor nagyon tökéletesen is jól láttuk azokat az alaptéziseket, amit aztán a Buzaszem iskola is továbbít. Tehát nagyon fontosnak éreztük, és a Buzaszem iskolában ez ugyanígy van, hogy értékek mellett orientálódjon az iskola. Tehát nem egy értéksemleges és egy ideológiai semleges iskolát óhajtottunk létrehozni, mi egy már akkor is az oktatás mellett minimum párhuzamosan a nevelést is fontosnak tartottuk. Nagyon fontosnak tartottuk azokat az értékeket, amiket az alapításkor nem igazából volt divat kimondani. Tehát a keresztény értékekre gondolok, a magyar műveltségre gondolok, és a családra gondolok. Ezek persze ilyen fogalmak és szlogennek, amikor ezt egy valaki így kimondja, és akkor persze mondja, hogy ez teljesen normális, ott vannak az egyházi iskoláink, és az állami iskolákban is táncolnak a gyerekek, énekelnek népdalokat a gyerekek, sőt, a történelmi tanításban is ott van, tehát hogy mitől más ez az iskola, mert hogy minden normális magyar iskola, azt gondolom, ezt mondja magának, hogy természetesen magyar értékeket van, és hát persze természetesen fontos a család. Azért itt egy kicsit a helyzet más a Buzaszem iskolában, mert hogy ezek nem különülnek el az iskolától. Tehát nem arról van szó, hogy van egy oktatás, és akkor természetesen szakkörökön néptáncolunk, természetesen énekórán énekelünk, természetesen a családdal fogadórán találkozunk. Az egész iskolának a létrejöttében és már nagyon fontos szerepet töltött be az, hogy családok építették és hozták létre, és már is itt vagyunk az iskolánál. Tehát nem az állam által épített épületben dolgozunk mi, nem sok száz éves egyházi ingatlanban vagyunk, aminek természetesen nagyon sok ereje van, az ősöknek a hangulatát ott érezzük, a folytonosságot ott érezzük azt a fajta szakmai színvonalat, amit sugároznak ezek a falak, ezek nagyon jók, de mégsem meg azt sugároz, hogy ez a miénk. Tehát ezt mi építettük fel, a szülők építették fel, a szülők ásták ki a gödröket, a szülők segítettek adományaikkal, a szülők voltak, akik netalántán szponzorok, kerestek az iskola építéséhez. Tehát ez az iskola, amiben mi vagyunk, amiben mi belépünk nap mint nap, és a gyerekeink belépnek ebbe az iskolába, ez gyakorlatilag a miénk. Tehát úgy tudunk belépni, hogy ezt mi építettük, magunknak építettük, ez olyan, aminek mi szerettünk volna. Úgy tagoltuk az iskolát, ami ezeket az értékeket segítik, hogy előjöjjenek.
Tehát, hogy már az építkezésnél is ezt mondhatnánk, hogy a családi modell, tehát bevonult a család, tehát innentől kezdve a szülők is ide hazajárnak, és nem pedig egy idegen épületbe, amivel éppen a gyerekeiknek az okítása folyik. Tehát más az a légkör, ahogy bejönnek hozzánk a szülők. Természetesen ennek mondhatnánk egy hagyományos iskolakeretek, hogy ott vannak a hátrányai, mert akkor biztos bizonyára a szülők mindenbe bele is szeretnének szólni, és majd a tanár az úgy ugrál, hogy a szülő gondolja. Ez nem így van. Nem így van. Persze, a szülők ennél fogva sokkal nagyobb felelősséget éreznek az iskolájuk iránt, és természetesen fontos nekik. Fontos nekik, hogy milyen az iskolában a szakmai színvonal. Fontos, hogy mi történik a gyerekükkel. Hát nem véletlenül, ők ezért nagyon komoly áldozatot hoztak. De ez nekünk jó kontroll, tehát visszajelzéseket kapunk, hogy rendben vannak-e dolgok. És azt is mondanánk, hogy amikor rendben vannak a dolgaink, akkor jó érzéssel azt is megkapjuk, hogy örülnek, jól érzik magukat, elégedettek az iskolában. Ha valami nem úgy működik, akkor pedig jelzik, hogy időbe tudjunk ezen változtatni. Természetesen megvannak azok a határok, azok a szakmai határok, amivel szülő nem szólhat bele az osztályozásba, a pedagógiai munkákba, de a kapcsolat így ezáltal jóval szorosabb, mint mondjuk egy hagyományos iskolában. Az idejáró szülők, az idejáró családoknak a nagy 80%-a nagy családos. Tehát itt szó szerint is mondhatjuk, hogy itt van a család, itt vannak a gyerekek, itt vannak a kis testvérek, ebben a tanévben is a családról kívül négy családot tudtunk beintegrálni az első osztályban, mert hogy az első osztályt a kis testvérek töltötték meg. Nagyon fontos ez is, hogy úgy érzik a szülők, hogy nem csak egy gyermeket hoznak ide, hanem úgy érzik, hogy a többi gyermek is ide járhasson. Ezért is mondhatjuk, hogy a család fontos számuk, és családi alapon van. Nagyon komoly háttérrel, szakmai munkával, társadalmi munkával állnak mögöttünk a szülők. Komoly rendszeren épült ki annak, hogy milyen módon vannak a jelen a szülők, rendszeresen összeülnek, tanácskoznak, az alapítvány munkájában részt vesznek, a BKT munkájában részt vesznek, itt vannak az ünnepeinken. Nem a gyerekeknek vannak ünnepeik, és aztán hazamennek, és azt mondják, hogy na, ma március 15-e volt, és aztán kokárdát festettünk ám. De jó volt, nem? Tehát együtt próbáljuk megélni az ünnepeinket, együtt mulatunk, együtt farsangolunk, együtt bálozunk. Nagyon fontos, hogy a gyerek lássa, hogy a szülő ott van mellette, nagyon fontos, hogy a gyerek lássa, hogy mulat az ő édesapja, édesanyja, és hogy lehet együtt jól érezni magukat. Tehát a mintákat adunk, megpróbálom a felnőttek mintát adni a gyerekeknek. Ez nagyon fontos, tehát ezért is fontos a család. A másik pillanat, amit mondtam, ugye a magyar műveltség. Ha a Buzaszem iskolába bejön valaki, akkor gyakorlatilag nem tud olyan időszobába bejönni, hogy ne szólna itt zene, hogy ne táncolnának a gyerekek, hogy ne énekelnének itt a gyerekek, dudálnak, népi furiáznak, táncolnak. Az ünnepeinken nem diszkó szól a mulatságainkon, hanem természetesen népzene szól a mulatságainkon. A táncainkat nem színpadi koreográfiának szánjuk, nem arról szól, mint a futball, hogy a lelátóról nézik a tömegek, és 22-en pedig rúgják a labdát, hanem arra szól, hogy amikor farsankor vagy a bárjainkon együtt vagyunk, akkor fel tudjunk állni táncolni. Most már az öregeknek, felnőtteknek, öregeknek időzőben persze itt nincsenek öreg szülők, itt én vagyok a legöregebb, de az idősebb korosztálynak is megszerveztük a néptáncoktatást, hogy ne az legyen, hogy nézik, ahogy a gyerekeik táncolnak, és ők pedig ott sóvároknak, hogy de jó, ezt tudni. Tehát, hogy aki szeretne, megtanulhatja az alaplépéseket, ők is tudnak a gyerekeikkel táncolni. Ugyanezt mondhatnám el, hogy a Navratil Andrea vezetésével esténként az anyukák ülnek össze, és népdalokat tanulnak, hogy amikor egy mulatságban de jó lenne valamit énekelni, csak hát nem tudunk semmit, hogy ne forduljon ez elő, hogy tudjanak énekelni. Tehát megpróbáljuk összekötni a generációkat, hogy ne az legyen, amiket én gyerekkoromban, kamaszkoromban megértem, és akkor nagyon divatos volt, hogy a generációk ellentéte, hanem az legyen, hogy jó együtt élni. Tehát, hogy a szülők szeressék a gyerekeiket, ez természet, és ezt a gyerekek is érezzék, és ezt a gyerekek is, ezt ne legyen kínos a szülőkkel együtt mulatni, együtt mutatkozni. Nem véletlen a néptánc és a népzene, nem mindegy, hogy mondjuk egy gyermek, amikor kamasz lesz,
és mondjuk társat keres magának, barátot, barátnőt keres magának, akkor egy diszkóba találja meg, vagy egy táncházba találja meg. Milyen millióbe fog ő integrálódni? Akinek nincsenek alapjai, azok nagyon nehezen mennek el egy táncházba, és állítanak be, ez nekik jóval kényelmesebb egy fél homályban, vagy villogzó fények között táncolni, ordító zenével, ott elveszik a tömegben. Nagyon nehéz élőzenére minden mozdulatot koordinálva táncolni, tehát ezért fontos, hogy a gyerekeink a társkeresésnél is ezek a dolgok visszaköszönjenek. Tehát a hagyományok, és hát már is itt vagyunk az évkörnél, itt vagyunk az ünnepeinknél. Nagyon fontos ebben az iskolában az ünnepek. Nagyon fontos, hogy az ünnepeket a gyerekek megéljék, átéljék. Nem az a fontos, hogy kiállnak a színpadra, és gyönyörű verseket hangsúlyozva, vagy kevésbé hangsúlyozva, hadarva elmondjanak. Az a fontos, hogy megérezzenek az ünnepből valamit. Tehát az ünnepek, akár szakrális ünnepek, akár társadalmi ünnepek, ez fontos. Fontos, hogy próbáljuk a gyerekeknek, a koruknak megfelelően átélhetni a gyerekeket, cselekedtetni az ünnepek kapcsán, hogy érezzék meg, hogy megemelkedik ilyenkor ünnepkor az ember. Megtanítjuk a gyerekeket ünnepelni. Nagyon fontos, mert a mai társadalomban nem tudnak az emberek ünnepelni. Nem tudunk egy karácsonyi asztalt megteríteni. Nem tudjuk megteremteni. Nem tudunk egy születésnapot méltóképpen megünnepelni. Elviszik őket a McDonald's-ba, hogy elénekelik nekik a Happy Birthday tojót, és azt gondoljuk, hogy a gyerek boldog, és színes lufikat veszünk neki. Tehát, hogy megpróbáljuk helyére tenni ezeket az ünnepeket, hogy ha már az ő szülei nem tudták, hogy hogy kell ünnepelni, talán majd ők tudják, és amikor a gyerekeik lesznek, akkor ők már ezeket tudni fogják. Egyelőre talán ennyit a hagyományainkról és az ünnepeinkről, a családról. És a kereszténység az nagyon fontos, a Jóistenhez való hitünk és a kapcsolódásunk, hogy ez hiteles legyen. Hogy ez lehetőség szerint ne csak a heti két hittanórán történjen meg, és azzal foglalkozzunk, hogy különböző bibliai történeteket és szenteket és a tíz parancsolatot bemagoltatjuk a gyerekekkel, hanem hogy az övék legyen, hogy ez a maguké legyen. És egyszerűen most megjelent egy könyv, ami Kiki a Buzaszem iskolában, amit kedvenc olvasmányunk lett. Tehát amikor az embernek rossz kedve van, akkor elővesz és elkezd mosolyogni, és jó kedvre derül. Tele van a mosolygós színes gyerekarcokkal, hogy kik járnak ebben Buzaszemben, hogy mosolyognak, és ilyeneket mondanak el magukról, hogy kedvenc népdalom. És Zalavégi Balacsonyi Lajos bácsinak a népdalait hozzák, Pál Pista bácsi Palóc Dudás népdalait hozzák. Kedvenc szentje, és a gyerekeknek kedvenc szentjeik vannak, kedvenc bibliai idézete. Kedvenc bibliai történetem, és kedvenc bibliai történeteik vannak. És elmondják, hogy mi az, ami nekik a legfontosabb ez iskolára, mire büszkék. És amikor egy Buzaszem iskolás gyerek azt mondja, hogy a tanítónénije, a példaképe, a népzenetanára, vagy a néptánctanára a példaképe, akkor azt gondolom, hogy a Buzaszem iskola nagyon, nagyon jó irányba halad. Nagyon fontos. És amikor azt mondja, hogy mi az, amit a legfontosabb, amit el kell magamról mondani, akkor azt mondja, hogy engem nagyon szeretnek a szüleim. És ezeket lemeríteni. Úgyhogy kedvenc időtöltése, hogy így felolvasgatok, az évzáról is így felolvasgattam, tehát bárhol nyitom ki. Legkedvesebb Buzaszemes élményem órán tanulni. Amire büszke vagyok, a matek dolgozatomra. Mi leszek, ha nagy leszek? Hát természetesen tanár. Tehát gyönyörűség. Tehát a Buzaszem iskoláról, ha érzelmi szinten akarnánk betekintést kapni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, ki kicsoda a Buzaszemben. Nagyon fontos ma a felnövekvő generáció elé megfelelő példaképeket állítani. A magyar nemzet az büszke lehet az őseire, a szentjeire, talán egyedülállóan sok van belőlük, mégis nagyon ritkán és kevés fórumon hallunk róluk. Talán akkor ebben a búzaszemes gyerekeknek előnye van. Hát nagyon bízom be. A hitélettel kapcsolatban azt gondolom jogosan merülhet fel egy nézőben a kérdés, kiket hív segítségül a búzaszem, kikkel el kapcsolatban, hogy az egyházak felé is, a búzaszemet körülvevő különféle egyházi közösségek felé is meglegyen a kapcsolat a családoknak, a gyerekeknek.
Igen, de a hitéltöm, annyit érdemes elmondani, hogy tehát ahogy elmondtam, hogy a család kapcsolatát, a magyar hagyománynak a kapcsolatét, tehát nagyon fontos, hogy a hitét is megélő gyerekeket próbáljunk nevelni. Tehát nem vasárnapi misére járó gyerekeket szeretnénk nevelni, aki úgy érzi, hogy kötelessége, és ott van vasárnapon. Mert már nagyanyja is oda járt, meg az apja anyja is ott van minden vasárnap, tehát nincs is más lehetősége. Tehát nagyon jó lenne, hogy mire innen ipérednek a gyerekek, vagy ne talán a kamaszkor után, amikor így, az értelmük már annyira nyílik, hogy akkor olyan alapokat kapjanak, ami őket tényleg az igazán megölhető hithez vezeti. A búzaszem alapításakor nem, elsősorban nem egyházi iskolaként jött létre, de már akkor is a hit fontos volt. Ugyan a Kolpin Szövetség működtette, de nem kötődött egy egyházhoz vagy szerzetes rendhez is sem. A búzaszem iskola folyamatosan kereste azt a fajta fenntartót, azt a fajta kapcsolatot, amely ezt a lábát, tehát a hitet, ami nagyon fontos, erősíthetné. Így kerültünk kapcsolatba a piarista renddel, jelenleg az iskolának a fenntartója a piarista rend. Hát ez azt gondolom, hogy bár persze vannak püspöki fenntartású iskolák, egyházi iskolák, vannak szerzetes rendek által fenntartott egyházi iskolát, és ez egy működési forma. Nem szeretnénk, ha erről szólna a dolog. Tehát nem egy fenntartói feladatnak miatt választottuk a piarista rendet, mert akkor működtethetni alapítvány vagy egyesület, magánszemély, tehát bárki, ugye, tehát jogilag bárki működtethető és fenntarthat iskolát. Fontosabb, sokkal fontosabb volt az, hogy a piarista rend egy tradicionálisan iskolá fenntartó tanító rend, és azt a fajta segítséget várjuk tőlük, és arra törekszünk, hogy ebben a hitben, tehát hogy az iskolásokhoz ezt közelebb vigyük, ezt a hitet, hogy ebben legyenek, és tevőleges segítőink legyenek. Tehát nálunk egyszer nem kéresedett forma a fenntartó, hanem nagyon szeretnénk, hogyha ez egy élő forma lenne. Korábban és jelenleg is nagyon szoros a kapcsolatunk Zsolt atyával, a helyi plébánossal. Erre is nagy szükség van, mert hogy gyakorlatilag a gyerekek, a gödi gyerekek ugye itt élnek, itt vannak közösségben, és azért mégiscsak az jó lenne, hogy ha az iskolában kimaradnak, akkor legyen olyan fórum, legyen olyan hely, ahol visszajárjanak, legyen a alsó gödi vagy a felső gödi plébánia templom, legyen egy atya, akivel kapcsolatot tartanak. Tehát mondhatnám, hogy a Zsolt atyától nagyon sok segítséget kapunk ebben a hittanórák szervezésében, a hitoktatókon keresztül. Nem, annak ellenére, hogy a Búzaszem iskola katolikus iskola, tehát ugye adja magát a fenntartó és a piarista rend, a Búzaszem iskolában nagyon sok református gyermek jár, és vannak evangélikus gyermekeink is. Egyenlő lehetőséget biztosítunk minden történelmi egyház felekezetének abban, hogy részt vegyen a gyerekek lelki nevelésében, és hála Istennek ezzel élnek is, és nagyon jó formában élnek az egyházak, tehát nagyon tudunk rájuk számítani, ha hívjuk őket, örömmel jönnek, örömmel vannak a közösségünkben, örömmel vesznek részt az iskola életében, akár a tiszteletes úr, akár a lelkészasszony. Tehát azt gondolom, hogy a Búzaszem iskola mögött nem akármilyen támogatás van. Egyrészt ott van a szülők közössége, ami mondhatnám azt, hogy minden bajon átsegítette a Búzaszem iskolát. Ott van a fenntartó, a piarista rend, de itt van a plébániáról Zsolt atya, a református egyház, az evangélikus egyház, Gergely tiszteletes úr, Katalin lelkés asszony. Tehát azt gondolom, hogy ezek a gyerekeknek nyugodtan fekhetnek le este, és álmodhatnak szépeket, mert hogy a mindennapjaikat háttérből ilyen erők védik és óvják. Hogyha tanévről beszélgetünk, akkor ha bármelyik másik iskolában lennénk Gödön, akkor ugye arról szólhatna a beszélgetés nagy része, hogy az állami átszervezésnek köszönhetően milyen változásokat éltek meg. A Búzaszem iskola alapvetően is gyakorlatilag egy napközi otthonos rendszerű oktatásban nevelte a gyerekeit. Mit jelent a búzaszemes gyerekek számára az egésznapos iskoláztatás? Mi az, ami esetleg pluszként szerepel az ő órarendjükben a többi általános iskolás diákhoz képest?
Igen, én azt gondolom, tehát, hogy nevelni nem a tanórán lehet. Tehát ezek mindig a szabadidős tevékenységeknek, az ünnepeknek a része. Az órán tanítani kell, fegyelmet kell tartani, és lehetőleg jól megtölteni a fejüket. De amikor mintát adunk, amikor példát adunk, azok bizony nem az órák. Persze nem mindegy, hogy hogy áll ki egy pedagógus, nem mindegy, hogy hogy beszél a gyermekével, mert ugye ezzel is nevel, de ugye a nevelésnek ennél sokkal szélesebb fórumai vannak annál, mint a tanóra. Tehát az, hogy a köznevelési törvény megváltoztatta és egésznapos iskolákat kötelezővé tette, és ugye azt mondja, hogy a gyerekek csak akkor mehetnek el 4 óra elő, hogyha erről írásban kikérdezik, stb. Ez számunkra nem igazából jelentett újat. Tehát eddig is az volt, hogy inkább nem fértünk mi be a napunkba, mint hogy nem tudtuk, hogy kell eltölteni. Korábban sem az volt a jellemző, mint egy hagyományos iskolára, hogy délelőtt alapozó tantárgyakat tanítottunk, aztán utána ebédeltünk, kimentünk az udvarra egyet, a gyerekek játszanak, és utána pedig napköziben megírták a házi feladatot, és hazamennek a gyerekek. Nem, tehát a mi gyerekeink ennél sokkal sokszínűbb tevékenységet folytattak. Mondhatnám is, hogy a féltőszülők, szóval, hogy jobban vannak terhelve. Én ebben nem hiszem, hogy egy gyermeket túl lehet terhelni. Azt gondolom, hogy a gyereken is sokkal egészségesebb lelkület, és hogyha olyan fajta információt vagy tudást kap, akkor azt ő szívja magába, és hogyha pedig nem olyat, akkor pedig tökéletesen le tud zárni, úgyhogy nem hagyja magát túl terhelni. Tehát gyakorlatilag mi korábban is kitöltöttük a gyerekeknek az egész napját. Igazából már fél mondattal mondtam, hogy mindent csinálunk. Tehát ott vannak az alapozó tárgyaink, és hogy ne csak az alapozó tárgy, ne csak a tánc és a zene legyen, nagyon hamar azt mondják az emberek, hogy hát persze, jó, itt táncolgatnak a gyerekek, énekelnek, zenél, na de mi lesz a továbbtanulása, na de mi lesz a matematikával, na de mi lesz a magyarral, mert az álma fontos, mert hogy aztán, amikor felnőtt lesz, akkor azt fogja használni, azért ezzel már csak eleve mosolygok, hogy mondjuk a felnőttként az általános iskola magyar tudásunknak hány százalékát használjuk, és mondjuk matematika tudásunknak hány százalékát használjuk. Na de hát igen, tehát ebben a fajta világban ez úgy tűnik, hogy ez a fontos. És én is azt gondolom, hogy a buzaszemiskolásoknak is szükségük van, hogy felvértezzük ezekkel a tudással is őket, mert hogy ha ne talántán iskolát akarnak váltani, vagy tovább akarnak tanulni, akkor ezeken a szinteken mérettetnek meg, és azért azt nagyon nem szeretnénk, hogy egy másik iskolában mi gyerekeink lemaradjanak, és olyan helyzetbe kerüljenek, hogy ők nem tudják a versenyt állni a többi társaikkal. Úgyhogy az alapozó tárgyakat is nagyon komolyan vesszük. Sőt, amiből központi térnek a gyerekek, az emelt óraszámban tanítjuk. Tehát emelt óraszámban tanítjuk a matematikát a gyerekeknél, emelt óraszámban tanítjuk a magyart. Osztott órákat, osztott osztályokkal dolgozunk, kis csoportokkal dolgozunk, magas óraszámban tanítjuk az angolt, szintén kis csoportokban. Tehát megpróbáljuk azokat a fajta tudásokat is odaadni a gyerekeknek, amik a klasszikus értelemben úgy gondoljuk, hogy egy iskolának közvetíteni kell. Azért hála Istennek most már a tudomány, tehát az agykutatás ennél jobban előrébb tart, és már tökéletesen kimutatták, ennek a tudásnak a hányad az emberi agyban nagyon kis területen van, tehát sokkal nagyobb területen pedig az érzelmi nevelésnek a szintje van, és hiába viszünk be az agyba információkat, hogyha érzelmi szinten nem tudjuk beködni, akkor ezek az információk nem lesznek előhívva. Most már tökéletesen kimutatták, hogy azoknak a gyerekeknek a matematika eredményes tudása jóval magasabb, akik énekelnek, zenélnek és táncolnak. Érdekes módon, akik művészetekkel foglalkoznak. Azok hozzák a matematikából is a verseny eredményeket. Azt is most már kimutatták, hogy hiába viszünk be racionális tudásokat, a döntéseinknek a 70%-át ennek ellenére érzelmi alapon hozzuk. Tehát, hogy valójában mit kell feljelenteni egy iskolának, ez már tökéletesen kiderült. Frany Tamás agykutató próbált lobbizni, hogy középiskola végéig csak művészetet tanítsanak a gyerekeknek, és felesleges, mert hogy amíg nem lesz, ami ezeket előhívhatóvá teszi az információkat, addig felesleges bevinni más információt. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy emelt óra számban visszük az alapozó tárgyakat, mellé tesszük a művészeti tárgyakat, és nálunk minden gyermek zenél,
hangszert választhat a klasszikus zene tárából, vagy a népzene tárából, és természetesen ezt heti kétszer fél órában tesz, és emellé ő kötelezően ugye heti két szolfés órát is kap. Úgyhogy emelt énekórája van, úgyhogy a zene az azt gondolom, hogy rendben van. Minden gyermekünk táncol, ami ugyancsak ugye a napi elfoglaltságát növeli, és ugye mivel mondtuk, hogy egyháziskola vagyunk, és a hitre nevelés van, ezért heti kétszer még itt tanórára is jár. Tehát ez az, amit minden gyermek megkap alapból, ez az, amire azt mondjuk, hogy nem tudja kikerülni. De emellett még a gyerekek táblajátékokat tanulnak, táblajátékot játszanak, kézműves szakkörökben képzőművész szetet tanulhatnak, kézműves szakkörökben dolgozhatnak, tehát rengeteg fajta elfoglaltság van, amit most hirtelen fel se tudok sorolni, ami még pluszban a gyerekekhez jön, és hát ehhez jönnek még ugye azok a fajta ünnepeink, rendezvényeink, eseményeink, amiken szintén itt kell lenni a gyermekeknek. Úgyhogy a számunkra nem okoz gondot, hogy 8-tól 4 óráig mivel töltsük ki a gyermek idejét. De idén júniusban a 3. 8. osztály végzett a Búzaszemben. Talán az ő felvételi eredményük is egy jó mérce az intézmény számára. Hogy sikerült a gyerekeknek a középiskolai felvételi? Igen. Nem nagy múltra tekintünk vissza az iskolából kiengedett 8. osztályokosokat tekintve, ez a 3. osztályunk, de visszatekinthetünk az elsőre, 2. osztályra, és elmondhatjuk, hogy nagyon jó eredménye sikerült felvenni, tovább mennünk a gyerekeknek, tehát azokban az iskolákban, amiket ők megcéloztak elsőként, hogy bekerüljenek, mindannyian bekerültek. Talán nem véletlen, hogy nagy számon a Váci Pialista gimnáziumban jelentkeznek a gyermekeink, és azokat a visszajelzéseket kapjuk a gimnáziumból, mivel úgy nagyon szoros a kapcsolat, hogy a búzaszemes gyerekek azok igen, tehát azok helytállnak, nagyon jól teljesítenek, nagyon jó közösségépítők, nagyon jó, tehát a közösségnek az alapjai, tehát egy nagyon aktív gyerekek. Hát a 8 év alatt volt módjuk ezt megtanulni, megélni, átélni, és nagyon jó, hogy ha elkerülnek egy közösségbe, és nem működik egy közösség, akkor ők igénylik ezt, és hát ha nincs, akkor majd ők megteremtik. Tehát, hogy a búzaszemes gyerekekről ezt hallani, bárhova kerülnek, és nagyon jó viszont lenni őket középiskolás tánccsoportoknál is. Tehát jó részük gimnáziumban megy tovább tanulni, és a gimnáziumon belül is elsősorban a Váci Pialista gimnáziumot válasszák tovább tanulásként. Most én fejből nem tudom felsorolni, hogy hová mentek tovább tanulni a mostani 8-asaim, de hogyha megengeded, akkor én ezt felolvasom. Ja. Madács Imre gimnázium Budapestre egy fő jelentkezett, és megy tovább tanulni. Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumban Budapestre egy fő, Benkő István református gimnázium Budapestre egy fő, Piarista szakképző iskolára Gödre egy fő, Piarista gimnázium Vác 5 fő, Vörös Marti gimnázium Kápolnyásnyék egy fő, Szent László gimnázium Szob egy fő, Képző és Iparművészeti Szakközépiskola Budapest egy fő, Bernát Kármán református kereskedelmi és szakközépiskola Vác egy fő, Dunakeszi Radnóti Miklós gimnázium egy fő, Szinyei Merse Pál gimnázium Budapest egy fő, Berzevicsi Gergely közgazdasági szakközépiskola Budapest egy fő. Tehát ide ment a 16 gyermekünk ballagott ebben az évben, és ezeket az iskolákat választották maguknak, és azt gondolom, hogy nyugodtak lehetünk, mert az a fajta tudás, amit itt kaptak, biztos, hogy elég alapot jelent számukra, hogy ott elkezdhessék az új életüket. Hogyan lehet megtartani a kapcsolatot az elballagott gyerekekkel? Könnyű dolga van annak, akinek ide jár, még kisebb testvére, de van az iskolában kiépült rendszer arra, hogyha egy család végleg kiballagott, mondjuk utolsó gyermekével, akkor hogyan lehet őt megtartani a búzaszemes közösségben? Nagyon érdekes, mert hogy aki belegyökerezett a búzaszemben, az nem tud, nem igazán tud innen, azt gondolom, hogy elszakadni. Tehát továbbra is minden rendezvényünkön egy levelezős listán értesülnek, tehát mindenhová meghívást kapnak. Innentől kezdve már nem kötelezettségük nekik, mert hogy a gyereküknek ott kell lenni, hogy jelen legyenek, hanem teljesen belső akaratból tudnak itt lenni. Tehát, hogyha jól érzik magunkat velük, vagy bizonyos rendezvényeket szívesen látogatnak, akkor visszavárjuk őket, és vissza is jönnek. Tehát érdekes volt, hogy elballagott 8-asaink a Farsangi Mulatság
szabadságon megjelennek, a bájainkon itt vannak, és aztán szülőkkel is találkozunk. Most éppen egy családot búcsúztattunk, mert hogy nagyon távolról utaztak és nem tudtak jönni, és megjelentek azok a szülők is, akiknek már nem jár ide gyerekük, akik korábban nagyon aktívak voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a kapcsolat, ez élő, és ez senkit semmire nem kötelez, mindenki olyan szinten és olyan hőfokkal éli át, ahogy neki ez jól esik, vagy a családjának az életébe belefér. És akkor gondolatban mi kanyarodjunk vissza az elsősökhöz. Hogyan ismerkednek az iskolával azok, akik újak a búzaszem életében? Milyen lehetőséget, milyen fórumokat biztosít a búzaszem az iskola iránt érdeklődőknek? Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az elsősök befogadására, nagyon fontosnak érezzük. Mivel hogy ez az iskolának nagyon karakteres az arculata, nagyon sok minden történik, ezért nagyon fontosnak érezzük, hogy a gyerekek is, de elsősorban azok a szülők, akik hozzánk készülnek, megismerjék ezt az iskolát. Ne közbe derüljön ki, hogy bocsánat, én ezt nem így gondoltam, nem is erre gondoltam, nem biztos, hogy ezeket a terheket akarom vagy tudom vállalni, nem tudom, hogy nem gondoltam előre, hogy ez nekem ennyi időmbe fog kerülni, vagy a gyermekemnek ennyi idejébe fog kerülni. Tehát, hogy megpróbáljuk megmutatni magunkat a szülőknek. Természetesen ez nem egy oldalú dolog, mi is nagyon kíváncsiak vagyunk azokra a családokra, akik hozzánk jönnek, és hát olyan helyzeteket teremtünk, hogy egymásról lehetőség szerint a legtöbbet tudjon meg. Ennek a rendszerét találtuk ki, amikor a hívogatók rendszerét létrehoztuk. Egy tavasz folyamán 3 szombaton találkozunk szülőkkel és a hozzánk készülő első osztályosokkal, ahol minden alkalommal egy-egy szeretét mutatjuk be magunkról a gyerekeknek, és egy-egy szeretét a szülőknek. És párhuzamosan ilyenkor a gyerekekkel foglalkoznak a kollégáink, egyik alkalommal egy ilyen táncos alkalmat, bemutatót és közös táncot szervezünk, a másik alkalommal a zene tanáraink mutatkoznak be, hangszerbemutatóval, egy kis koncerttel a gyerekeknek, harmadik alkalommal kézműveskednek a tanítónőink, megpróbáljunk olyan helyzeteket teremteni, ahol mi is minél jobban megismerjük a gyerekeket. Lássuk azt, hogy mennyire tudnak együtt dolgozni, mennyire tudnak közösségben viselkedni, tehát hogy egy kicsit mi is megfigyeljük a gyerekeket, és közben a gyerekek is már megismerik azokat a pedagógusokat, akiket ősszel találkozni fognak, egy kötetlenebb kapcsolatban már a tanítónénükkel találkoznak. Tehát ez történik a gyerekekkel, közben párhuzamosan az anyukákat, apukákat elraboljuk a gyerekektől, és velük pedig a tanítónéni mondja el, hogy milyen módszerekkel, hogyan fog tanítani, mik a követelmények, mik az elvárások. Tehát ő is sokat megmutat magából és az iskolából. Aztán az alapítvány képviseletében, második alkalommal mondjuk az alapítvány képviseletében mondjuk el, hogy hogyan működik az iskola rendszere, hogy működik a szülők közössége, milyen terhek azok, amiket vinni kell a szülőknek, és van egy alkalom, amikor én igazgatóként beszélgetek el a szülőkkel az egész iskola értékrendjéről, szellemiségéről, elvárásokról, házi rendről, egy csomó olyan dologról, ami nagyon fontos, hogy tudják a szülők előre, és ne azt mondják, hogy bocsánat, ha mi ezt tudtunk volna, hogy mondjuk ebben az iskolában nem lehet baseball sapkával, akkor nem jöttünk volna. Ezt előre megmondjuk, hogy vannak ilyen rigójáink, hogy mi az, amit behozhat egy gyerek, vannak rigójáink, hogy kell viselkedni, hogy beszélhet egy gyermek, mert azt gondoljuk, hogy a nevelés az áthat a gyereket kívül belül. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak viselkedni lehet, arra figyelünk, hanem az gyermek belépésétől, a felnőttekhez való viszonyától kezdve próbáljuk formálni a gyermeket, mert hát mi igazából erre esküdtünk fel, ez a mi dolgunk. Nem mehetünk el, és nem tekinthetünk el bizonyos dolgok mellett. Ez az, ami közösen történik. És amikor úgy döntenek a szülők, és úgy döntünk mi is, hogy jó lenne, hogyha ez a gyermek hozzánk járna, és a szülők is úgy gondolják, hogy ez az az iskola, amit keresnek, ide szeretnék a legféltettebb kincsüket járatni, akkor leülünk a szülőkkel beszélgetni,
és ott már egészen részletes dolgokat szeretnénk tudni a családról, ne talán a hitéletükről, a gyermekről, apró részleteket, ne talán olyanokat, hogy érzékenye valamire, szokásokról, televíziózási szokásokról, hogy lássuk egy kicsit, hogy a család, tehát hogy milyen, tehát a gyerek milyen millióból honnan kerül hozzánk, mi az, ami másképp fog itt történni, mi az, azok az értékek, amik mondjuk azonos a családéval, mi az, amik éppen változatosak, és mi is elmondjuk, hogy mi milyen értékeket képviselünk az iskolával, mert annál rosszabb nincs szerintem, amikor a család egy értéket képvisel, és az iskola egy teljesen más, és egymással szembe húzzuk mondjuk a gyereket, és szegény gyermek a végén már meghasonlítja, mert nem tudja, hogy otthon mit mondjon el, vagy itt otthonról mit hozzon be az iskolába ezekből az értékekből. Az a jó, amikor a család és az iskola egymásra talál, és az iskola azokat az értékeket tudja erősíteni, amit a család is magába hordoz. Ezért hoztuk létre annak idején mi ezt az iskolát, hogy általunk kimondottan és általunk vállalt értékek mellett akarunk tanítani, és hogyha bizonyos családokban ezek az értékek megfogantak vagy fontosak, akkor itt a helyük. A 2013-as 2014-es tanévnek vége, hát gőzerővel készül az iskola a következő évadnyitásra. Mik a jövőre vonatkozó legfontosabb tervek? Igen, még az egyik évet be sem fejeztük, és már kezdjük a másik évet. Aki kívül áll, az mondja, hogy milyen jó a pedagógusoknak, mert ott a nyári szünet, a nyári szabadság, és bezárják az évet, és fú, ez nagyon kellemes. Igen, a nyári szünetből is érzünk valamit, de most még nem annak az ideje van, mert egyből elkezdjük a következő évet előkészíteni, hogy amikor augusztus végén bejövünk és újra dolgozunk, vagy megjelennek a gyerekek, akkor már minden készen álljon ahhoz, hogy mi dolgozni tudjunk. Ilyenkor természetesen a évközben tönkrement eszközöknek a reparálása, a padok javítása, vagy újak vásárlása történik, meg meszelés van, tehát ilyenkor, tehát próbáljuk az épületet kívül belül visszahozni régi, tehát hogy egy olyan formájában, amiben aztán szeptemberben jó szívvel jövünk mi is dolgozni, meg a gyerekek is jó szívvel jönnek. De ez az időszak az, amikor már értekezeteken, megbeszéléseken egyrészt értékeljük az előző évet, a tapasztalatokat lemondjuk, és megpróbáljuk összerakni a következő évet. Például most a kollégák bent dolgoznak, és már a következő évnek az éves munkarendjét, az éves naptárát rakják össze, hogy mi legyen jövőre, milyen ünnepek legyenek, kik szervezzék, kik kapják meg feladatul, és hogyha... És megpróbáljuk az előző év tapasztalatot ezt kell beépíteni. Most még frissek az élmények, most még tudjuk, hogy mi az, amit másképp kell csinálni, vagy mi az, ami jó volt és meg kell erősíteni, mi az, ami sok volt és kevesebb kell belőle, és lehet, hogy máshol meg hangsúlyokat kell tenni. Tehát ennek a munkája kezdődik el. Tehát, hogy tudjunk kellőképpen rákészülni az évre. Amit fontosnak érzek, hogy az én két évem alatt elindult egy folyamat, fontosnak éreztem, hogy a gyerekeknek, hogy taníthatók legyenek, hogy nevelhetők legyenek, fontos a fegyelmemnek a megszilárdítását. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat léptünk előre, nagyon sokat változott az iskola. Nagyon fontosnak érzem, és a következő évek feladata pedig a szakmaiságnak a magasabb szintre emelése. Ez nem azt jelenti, hogy eddig alacsony szinten volt, hanem szeretnénk előrébb, természetesen szeretnénk feljebb lépni. Tehát erre mondtam már pár példát, hogy ennek a szervezeti formáit megteremtettük, az emelt óra számokat, a kiscsoportos foglalkozásokat, de következő évnek a feladatai között szerepelnek azok a fajta pedagógus képzések, amiket szeretnénk elindítani, beindítani. Négy alkalommal Pécsi Ritát várjuk vendégül, ami a pedagógusoknak lesz egyfajta továbbképzési lehetőség. Most rakjuk össze, hogy milyen irányba szeretnénk a pedagógusokat képezni. Elindítottunk a Váci Piarista Gimnáziummal egy megállapodást, ami azt jelenti, hogy mivel láthatólag
érzelmi szempontból is, és a közelség miatt is a továbbtanulásnak az elsődleges célpontja a piarista gimnázium, hogy a felső tagozatos gyermekeinkhez már folyamatosan kijönnének a gimnáziumból a kollégák, felmérnék őket, együtt dolgoznának velük, megíratnának velük dolgozatokat. Mi is látnánk, hogy hol tartanak a gyermekek, hogy mire nyolcadikasok lesznek, akkor simán bekerülhessenek az iskolába. Ők is megismerik a gyermekeinket, a gyerekek is megismerik a jövendőbeli tanáraikat, tehát hogy ebben ezen a szinten is megpróbálunk előrelépni. Tehát a következő év azt gondolom, hogy alapjaiban, tehát a magatartási gondjaink megoldódtak, és most megpróbálunk teljes erővel ebben az irányba lépni, tehát a szakmai fejlődés irányába lépni. Ehhez kívánunk akkor nagyon sok sikert, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. A Gödvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Közös dolgainkban vendégünk lesz legközelebb Horváth Ferenc, a Huzella Tivadar általános és két tanítási nyelvi iskola igazgatója. Ő is értékeli a mögöttünk álló tanévet. Munkánkat visszanézhetik a goditémák.hu oldalon, illetve nyomon követhetik a Gödvárosi Televízió Facebook profiljánál is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!